Virágvasárnapi hangversenynek adott otthont hétvégén a Református Gyülekezeti Ház. Világslágerek csendültek fel a teltházas eseményen, amiről hamarosan láthatnak tudósítást. Előtte azonban mutatjuk a többi kiemelt hírünket egy-egy mondatban. Fejlesztés. Hamarosan a városi televízió áramellátását is napelemek segítik. Tiszta víz. 15 csapat vett részt a Várkonyi iskola által hirdetett verseny döntőjében. És 130 éve született Szőnyi István, a Kossuth Díjas művész alkotásaiból nyílt kiállítás a galériában. Jó estét kívánok! Önök a Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Idén is telt ház előtt adott hangversenyt az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara. A virágvasárnapi koncerten 15 zeneszámot hallhatott a közönség, az intézmény szaxofon együttese is fellépett. Mint minden évben, most is sokan ellátogattak az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekarának koncertjére a gyülekezeti házba. A virágvasárnapi hangverseny hagyomány, egy szép ünnep, lélekemelő eseménye, mondta köszöntőjében a zeneiskola igazgatója. A tavasz, és vele együtt virágvasárnap eljövetele mindig új életet és reményt szimbolizálja, mindig valami újnak a kezdetét jelenti. Már a légyemberek életében is óriási szerepet játszott a tavasz vidám életereje feletti örvendezés. Az évezredek során kialakultak az évszakokhoz igazodó ünnepek, hagyományok, melyek hangulata egybefonódik a természet változásaival, színeivel, tette hozzá Pészabó Zoltánné. Az igazgató beszélt a tavaszi ünnepekhez kapcsolódó népszokásokról, például a körmenettel összefüggő barka szentelésről, és természetesen elmesélte a virágvasárnap elnevezés történetét is. Virágvasárnap a keresztény ünnepkörben a nagy hét kezdete. A virágvasárnap és az azt követő ünnepekben egyszerre van jelen az öröm és a halál, a dicsőség és a szenvedés, a nép lelkendezése és gyűlölettől eltorzult kiáltozása, majd a húsvéti feltámadás és az örök élet reménysége. A koncerten 15 zeneszámot hallhatott a közönség, többek között John Williams, Elton John, Celine Dion, Ennio Morricone és Phil Collins egy-egy slágere is felcsendült. A hangversenyen az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szaxofon együttese is fellépett. A koncerten vezényelt Pernecki Gábor. A közönség természetesen minden zeneszámot tapssal jutalmazott. Hamarosan a Városi Televízió áramellátását is napelemek segítik. A rendszert nem a hagyományos módon építik ki. A 42 panel a tető helyett egy alumínium szerkezetre kerül. A beruházásra az önkormányzat biztosított forrást. Hetek, sőt a sokszor kedvezőtlen időjárás miatt gyakorlatilag már hónapok óta zajlik a munka televíziónk épületének udvarán. Most már látható is, miért. Napelemes autóbeálló készült. Eredetileg Ausztráliában kezdtek el ilyeneket telepíteni. Az ottani környezeti viszonyokhoz ideális, hogy a napelemeket tartó építmény egyben autóbeállóként is funkcionáljon. A 100%-ban alumíniumból készült tartószerkezet pedig teljesen korrózióálló. A vízelvezető csatornarendszer pedig az autókat is védi. Ilyen napelemes autóbeálló készült el tehát itt is. A rendszer 42 darab 450 wattos panelből áll össze, ami közel 19 kW, ez nagyjából éves szinten 20 000 kWh-nyi energiát fog megtermelni a Ceglédi TV-nek. Mi ezt a rendszert össze fogjuk integrálni elektromos autótöltőkkel, így azon felül, hogy energiát termelünk, az autókkal védett helyre tudunk állni, az elektromos autókat tölteni is tudjuk. A város önkormányzati cégei, intézményei számára már korábban is biztosított forrást az önkormányzat, hogy energiatakarékossági beruházások készülhessenek el. Ezért kapott a Ceglédi TV Kft. Forrást a mozi és televízió napelemes rendszerének kiépítésére is. 28 millió forintot. A mozi áramellátását a klasszikus módon tetőre elhelyezett napelemek segítik.
A televízióban viszont ezt a megoldást kellett választani. A kivitelező cég tapasztalata szerint egyébként egyre népszerűbb ez a megoldás, és nem csak ott, ahol más lehetőség nincs. Mostanában az én tapasztalatom szerint egyre elterjedtebbek ezek a napelemes autóbeállók, főleg olyan helyekre szoktuk telepíteni, ahol mondjuk cégek parkolóiba, ahol vendégek vagy esetleg az alkalmazottak be tudnak állni az autóikkal. A tartószerkezet tehát elkészült, a napelempanelok felkerültek, de természetesen még további munkára van szükség ahhoz, hogy a rendszer működhessen, energiát termeljen és tölthesse például a televízió nemrég vásárolt elektromos autóját. Új roma szervezet jelenhet meg a nemzetiségi választásokon. Pénteken jelentette be az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület, jelölteket indít a településeken és a vármegyei listákon. Olyan szakmai képzéseket, amivel az embereknek, az itt élő embereknek, fiataloknak, szegény családoknak tudtok segíteni, lehetőséget tudtok adni, hogy felzárkózzanak, illetve hogy munka világába visszatérjenek. Az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület elnöke látogatott pénteken Ceglédre. Azokkal szeretett volna találkozni és egyeztetni, akik vállalják, hogy indulnak majd a június 9-i választásokon. És most adott át megbízó levelet is Farkas Gyulának, aki segítségére lesz majd a feladatokban. Helyben és a vármegyében is szeretnék megmérettetni magukat, és nem csak a roma nemzetiségi választáson. Azt szeretnék, ha minél több jelöltjük kerülne olyan pozícióba, amelyben segíteni tud a rászorulókon. 34 éve adományozunk, szakmai képzéseket csinálunk, felkészítjük őket ugye a mindennapokra, a nehézségekre, drogprevenciót csinálunk, illetve emellett ugye misszió gyülekezeteket viszünk az országban. Én azt hiszem, hogy a hittel, hitvallással, a szívvel vissza tudjuk hozni őket abba a szeretetbe, abba a tiszteletbe, alázatba, ami kiveszett már a cigányság életéből. És mindazért tehát nem csak a roma nemzetiségi önkormányzatokban szeretnének dolgozni. Mi úgy döntöttünk, legalábbis az elnökség úgy döntött, hogy mi elindulunk az összes választáson, elindulunk a közgyűlés választásán, elindulunk a települési választáson és elindulunk a polgármesteri választásokon is. Megpróbáljuk azt a lehetetlent, ami eddig nem sikerült senkinek, hát ha áttörik az a nehézség, ami eddig az életünkben csak gondot hozott, megpróbáljuk ezeket a fiatalokat úgy segíteni, illetve a ceglédi embereket úgy segíteni, hogy közelebb kerüljön a többség és a romaság egymáshoz, legyenek közös programok, legyenek közös pontok, legyenek kontaktok, legyenek párbeszédek, mert ez az élet értelme. Olá Csaba elmondta, az ország mind a 19 megyéjében és a főváros minden választókerületében jelen vannak. Eddig nem akartak részt venni a politikai életben, de most már úgy érzik, muszáj, sőt kötelező. Az elnök tehát pénteken a helyi jelöltekkel is egyeztetett. Többek között Rafael Klaudia, Balog Éva, Horváth Dávid, Dabis Sándor és Kozák Zsolt lesz, aki először a jelöltségért, majd pedig a nemzetiségi önkormányzati képviselői posztért indul a választáson. 36 csapat indult a Pecsenye Parádé főzőversenyén Abonyban. A város negyedik alkalommal szervezte meg a látványos gasztronómiai és kulturális programot a település főterén. Nagyon sokan érkeztek az ország minden részéről, hogy megkóstolják a finomságokat, és részesei legyenek a jó hangulatú eseménynek. Több ezer ember vett részt hétvégén a negyedik alkalommal megtartott Pecsenye Parádén Abonyban, a város egyik legnagyobb rendezvényét, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára nyitotta meg. Abony és a honvédség kapcsolata nem új keletű, hiszen a Kis József 86. helikopterdandár 2015 óta a Kinizsipár Gimnázium kadérprogramján keresztül szervesen kapcsolódik a város az életéhez. A város rendezvényei kiemelt vendégek, illetőleg közreműködők. A hazát szolgálni nemes küldetés, és a magyar kormány fontosnak tartja, hogy már a fiatalokban el tudjuk ültetni a hazaszeretetnek a csíráját. Többek között ezt szolgálja a hazafias és a honvédelmi nevelés, amelynek része a kadér program. A település polgármestere köszöntő beszédében elmondta, az abonyiak büszkék hagyományaikra, ez pedig nagyban hozzájárul a település fejlődéséhez. Pető Zsolt a rendezvény előzményeiről is mesélt.
Valamikor Kőröstetétlenen volt Böllér Fesztivál, amit nagy sikerrel rendezett még akkor Pásztor Imre polgármester kollégám, és mi abonyiak azon vettük észre magunkat, hogy majdnem úgy csak abonyi versenyző csapatok vannak ezen a Böllér Fesztiválon. Így adódott az ötlet, hogy amikor már Kőröstetétlen nem rendezte, hogy Abonyban találjuk ki mi, hogy mi abonyiak hogy rendeznénk egy ilyen Böllér Fesztet, és hát ez lett a mi specialitásunk, hogy pecsenye parádé, tehát nincs disztóvágás, félsertésből dolgoznak a csapatok, és próbálunk visszatérni azokhoz a hagyományokhoz, pecsenyekészítési hagyományokhoz, amik mindig is jelen voltak itt az abonyiak életében. A rendezvényen részt vett Abony testvértelepülése Farkaslaka küldöttsége is. A polgármester elmondta, második alkalommal vesznek részt a pecsenye parádén, melyre székely ízvilággal készültek. Kovács Lehel hangsúlyozta a testvérvárosi kapcsolatok fontosságát. Testvér települési kapcsolatban szerintünk a legfontosabb az őszinteség. Farkaslaka községnek több mint 14 testvér települése van, és az igazi működése mindegyiknek akkor van jó alapokra helyezve, hogyha őszintén vagyunk egymáshoz, szeretettel viszonyulunk egymáshoz, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy amikor egymáshoz ellátogatunk, akkor a vendég jól érezze magát. Azt gondolom, hogy itt Abonyban ebben nincs hiány. A főzőversenyre idén 36 csapat nevezett. Alapos felkészülés, precizitás és vendégszeretet jellemezte a megmérettetést. A zsűri elnöke Kovács Lázár volt. Az ismert séfet arról kérdeztük, milyen szempontok alapján bírál. Megmondom őszintén, az én zsűrizésem teljesen másról szól. Én azt is nézem, hogy milyen csapat, hány fővel, hogyan készül, elsőnek-e jönne, vagy esetleg már több éve fenntartja ezt a hagyományát, elhoz-e fiatalokat, tovább tudják ezzel hagyni vagy adni az hagyományokat, mert ezzel a hagyományt is ápoljuk, ha eszünk. Így is tudunk ápolni a hagyományt, úgy én ezeket is nézem. Mindenki tisztán, rendezetten dolgozik. Látom, hogy már sok csapatnál felüti a fejét a profi séf vagy böllér használata. Ez mind a minőséget teszi még nagyobbra, és a látogatók is azért azt mondják, én beszélgetek velük is, hogy egyre szuperebb, egyre jobb maga a hangulat és az ételsor is. Stábunk több olyan csapattal is találkozott, akik visszajárnak a versenyre. Második alkalommal vagyok itt. Az anyósomék és a párom, ők abonyiak, szóval onnan hallottam a parádiról, és az anyósomék most neveztek erre, és ezért vagyunk most kint. Boros Sándor lakitelekről érkezett, és szintén második alkalommal vett részt a pecsenye parádén. Ezúttal a hurka, kolbász és sült hús, sült vér mellett savanyú máj pörköltel is készültek. Nálunk a hagyományőrzés, ami jelentős szerepet játszik ebbe. Mi nekünk otthon van egy külön hagyományőrző egyesületünk is, ami nem konkrétan csak a főzéssel kapcsolatos, egy lovas egyesület, amiben nem csak ott se a kimondott lovakkal, hanem ott is igyekezünk a gyerekeket a hagyományokkal megismertetni, úgy a főzés, állattartás, lovaglás, a régi nomád élet, történelem, ugye most már egy kis huszárcsapat is belekerült ebbe az egyesületbe, úgyhogy mindenképpen nekünk nagyon fontos a múltunk, a jelenünk, hát a jövőnkről sajnos nem mi döntünk. A csapatokat több kategóriában díjazták, oklevelek, ajándékok és kupák is vártak a legjobbakra. Idén is március 22-én a Vízvilágnapján tartották a Várkonyi iskolában a Tiszta Víz nevet viselő verseny döntőjét. A ceglédi diákok mellett érkeztek csapatok Újszilvásról, Nagykőrösről és Cegléd-Bercelről is. A tanulók a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kaptak. Stílusosan kék színű ruhában érkeztek a diákok a Tiszta Víz nevet viselő verseny döntőjére a Várkonyi István általános iskolába. Az intézmény már 11. alkalommal hirdette meg a vetélkedőt a térség 6 és 12 év közötti diákjainak. 37 csapat indult a versenyen, 37 csapatból 15 csapatot válogattunk be ide a döntőre, úgyhogy legyetek büszkék magatokra, mert már egy nagyon szép eredményt értetek el ezzel. Ugye a verseny célja az, hogy egy kicsit megismertessünk benneteket a tiszta víz fontosságával. A Várkonyi iskola igazgatója beszélt arról is köszöntőjében, mi a Víz Világnapjának idei mottója. Ez a víz a békéért, és minden formon ma arról lehet hallani, hogy a víz az béketeremtő is lehet, vagy éppen nagy harcok kezdeteként is tud funkcionálni, hogy a víznél értékesebb dolog szerintem nincsen a világon. Hogyha nincsen tiszta víz, ami az életet biztosítsa számunkra,
akkor gyakorlatilag tényleg nincsen élet. A diákok 4 fős csapatokba rendeződve kapták meg a feladatokat. Sránta Csongor, a Várkonyi iskola 6. osztályos tanulója elmondta, diáktársaikkal együtt sokat készültek a döntőre. Kutató munkát végeztünk, viszont a legnagyobb segítséget az osztályfőnökünk és egyben a felkészítő tanárunk nyújtotta, mert rengeteg anyagot küldött nekünk, hogy tudjunk készülni a versenyre. Átnéztük a nemzeti parkokat, a fontosabb dátumokat, illetve mindenféle olyasmi dolgot, ami elősegítheti a nyerésünket nyilván. De a győzelem mellett a legfontosabb, hogy minden nap tegyenek valamit a föld, a víz tisztaságáért, mondta Csongor. A feladatok a fenntarthatóság, a Hortobágyi és Kiskunsági Nemzeti Park, a világnapok és az élővilág köré csoportosultak. A Várkonyi iskola aulájában a világnaphoz kapcsolódó plakátok kaptak helyet, és ugyan nem tartozott a versenyhez, de nem lehetett nem észrevenni azokat a gyönyörű alkotásokat, melyek szintén az aulában voltak. A falusi életet, vidéki hangulatot idéző házak, gazdaságok mind-mind precíz, aprólékos munka eredményei újrahasznosított anyagokból. Budai Bodza büszkesége ez a kis ház. A 6. osztályos lány elmesélte, hogyan készült. Apa is segített egy kicsit, meg a barátnőmmel, mert ez volt a feladat, ilyet kellett a suliba hozni. Sokáig csináltuk, mert kicsit nehéz volt megcsinálni. Miből készült ez a gyönyörű házikó? Hát ilyen fákból, meg kartonból, meg sógyurmából van az alapja, meg homokot is ragasztottunk rá. A Tiszta Víz nevű verseny döntőjébe a ceglédi diákok mellett érkeztek tanulók Újszilvásról, Nagykőrösről, Farmosról és Ceglédbercerről. A verseny legjobbjai oklevelet és könyvjutalmakat kaptak. A 130 éve született Szőnyi István alkotásaiból nyílt kiállítás a Ceglédi Galériában. A Kossuth Díjas festőművész részkarcai vázlatai is megnézhetők a tárlaton. Több köztük olyan, melyet csak ritkán láthat a közönség. A Kossuth Díjas festőművész Szőnyi István grafikai gyűjteményéből állították össze a Ceglédi Galéria legújabb kiállítását. A tárlat megnyitóján a galéria vezetője Kozma Attiláné mondott köszöntőt, majd a Szőnyi István Emlékmúzeum igazgatója beszélt a néhai festőművész életéről. Mint Dankó Dalma mondta, Szőnyi István tehetsége már kisgyermekkorában megmutatkozott, Mikszáth Kálmán fedezte fel, hogy kivételes érzékkel alkot. Szőnyi István 1924-től Zebegényben élt. Elvarázsolta a háborítatlan gyönyörű világ, ami itt fogadta. Alkotásai jó részén a falusi élet csodája jelenik meg. Úgy tudta megrajzolni néhány vonallal az egyszerű pillanatokat, ami igazán egyedivé tette művészetét, mondta Dankó Dalma. Neki Rembrandt volt egyébként a példakép, az egyik példaképe, és rá is jellemző volt, hogy pici felületen, néhány vonallal is történeteket mesélt el, érzelmeket, lelki mélységeket. Szőnyi egyébként nem volt egy ilyen analitikus művész, aki mindenáron analizálni akarta az emberi lelket, viszont azt is mondta, hogy a festő azt festi, amit mindenki lát, de csak ő vesz észre. A 130 éve született Szőnyi István gyakran festett teheneket, de az ember és az állat kapcsolatát is lenyűgözően alkotta meg. Lírai hangulatú grafikái, festményei mindenkit elbűvölnek. Mesterien tudta ezeket a színfoltokat is úgy egymáshoz rendelni, hogy némelyik képe belülről él kifelé, tehát még megvilágítani se kell, mert úgy van egy belső fénye. De a részkarcokat is, hogyha megnézik, témájukat tekintve és kidolgozottságukat, mindegyik egy kis különleges szelete az ő életszeretetének, életének, és tényleg tükrözik azt a harmóniát, ami egész életén át végigkísérte, mert ő nem csak egy remek alkotó volt, de egy fantasztikus ember is. A ceglédi kiállításon Szőnyi István szakrális alkotásaiból is ízelítőt kaphatunk. Két tabló képét is láthatja a közönség, illetve olyan freskóvázlatokat, melyeket a győri és csornai templomba tervezett falfestményeihez készített. A kiállítás megnyitóját Kulcsár Kristóf zongora játéka tette még hangulatosabbá. A tárlat április 20-áig látogatható. Ezzel a kulturális hírrel köszönöm meg mai figyelmüket. Adásunkat a háttérrel folytatjuk, melyben hosszabb összefoglalót láthatnak az Origo filmstúdióban rendezett ünnepségről, ahol Cegléd neve is felkerült a hollywoodi filmesek büszkeség térképére. Friss hírekkel pedig legközelebb majd holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk. Önökre tartsanak velünk akkor is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!